Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit fog tenni a közeljövőben, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Az ő következő lépése, mire számíthatsz? Itt ez a mágikus vagy varázsló jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Lehet, hogy érdekli a spirituális terület. Az is lehet, hogy megvan a bizalom, tudja, hogy minden jóra fordul. Amit ő elképzel, ez most megvalósul. Megvan nála ez a mágikus kisugárzás, és megvan kettőtök között a mágikus vonzalom. Ki vagy mi befolyásolja őt? Itt látható ez a sebzett szív, ezek emlékek a múltból, ahol itt most megjelennek a könnyek, vagy az is lehet, hogy valaki közeledik hozzá, és meg akarja bántani őt, megsérti őt. Mivel itt egy szertartásról van szó, és ez a külső hatás, ami fájdalmakat okoz, lehet, hogy ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy valaki ilyen fekete mágikus energiával próbál közeledni hozzá, de védi magát, hiszen itt látható, hogy ő a mágikus, és itt fehér mágiáról van szó. Lehet, hogy ő saját maga is tart egy ilyen szertartást, de nem bízik meg ebben a személyben. Átteszi magát a fájdalmas emlékeken, és védi magát. Mit fog tenni irányodba? Itt te vagy az uralkodó nő, és itt megvan a nőies kisugárzás. Ez nem csak a szexuális energiát jelenti, vagy a szerelmi témákat, az is megjelenik a képen, hanem a jó ízlésedet, a szép környezetet, vagy az anyai érzelmeket, hiszen gondoskodsz mindenről és mindenkiről. Így csodál téged. És mit tégy annak érdekében, hogy legyen egy jó kapcsolat kettőtök között? Itt láthatóak az érzelmek, az emlékek a múltból. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér a múltból, látni akar téged. Ez a kártya jelenti kettőtök között is az érzelmeket, és az olyan szép, romantikus. A nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, és ő találkozni akar veled, látni akar téged, de rajta kívül lehet, hogy van még valaki a múltból, aki szintén látni akar téged. A nap megvilágít bizonyos témákat, tisztázódnak a dolgok, azon kívül kiderül az igazság. Itt vannak tiszta gondolatok, tiszta érzelmek. A nap jelenti a kisugárzást is, és megvan kettőtök között a vonzalom. Amennyiben érzelmek vannak a múltat illetően, nyugodtan mondhatod neki, nyugodtan kimutathatod ezt. Legyen meg itt ez a napsugár. Világítsa meg ezeket a témákat is. Nem kell elbújnod az érzelmeid elől, hanem nyugodtan mutasd ki azt, hogy mit érzel vele kapcsolatban. És ez volt, ez a szerelmi jóslás, az ő következő lépése. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Ott megjelenik naponta a Maja naptár, és itt a Maja piramisról van szó. De szimbolizálja ennél a jóslásnál az ő lépéseit. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!